Halmai Dániel óvodáskora óta megállás nélkül kosarazik. Jelenleg a Paks csapatát erősíti. Juniorban már átmentem Kaposvárra, ott játszottam, és akkor ott játszottam Kaposváron először az NB1 átsportos meccsemet, úgyhogy ott kezdtem a profi karrieremet. Az irányító játékos elmondta, hogy hogyan készültek az Európa-bajnokságra. Vége lett a szezonnak Kaposváron, és utána ilyen 4-5 nap pihenő volt, és mentünk is az edzőtáborba, ami Fehérváron volt, és ott 5 hetet készültünk. A felkészülésben voltak felkészülési tornák, szóval jártunk Bulgáriába, Portugáliába, ott is játszottunk edzőmeccseket, és utána mentünk ki az EB-re, ami 10 nap volt. Viszonylag csapatszinten jól sikerült, mert ugye tovább jutottunk a csoportból, és így 8-ba kerültünk, és végül 6. helyen végeztünk. Reitzinger Mátét kérdeztük, aki szintén U20-as magyar kerettagként vett részt az Európa-bajnokságon, hogy mióta játszik a sportágban. Labdajátékot mindig is nagyon szerettem, de a kosárlabdát 3. osztályos koromban kezdtem el. Nekem is apukám kosárlabdaedző volt, és kosaras volt régebben, úgyhogy ennek hatására én is hozzáváltam. Az általában 2-es és 3-as posztokon kosarazó Máté a Budapesti Honvéd Sportegyesületet erősíti. Szerintem mindenkitől egy elvárás volt, hogy a legjobb 8 közé jussunk, ami aztán meg is lett. Nem mondom, hogy egyszerűen, de meg lett. Utána pedig megkaptuk Romániát, akik ellen egy jóval szorosabb meccset kellett volna játszanunk, de nem jött ki jól a lépés, ezért elvesztettük azt a meccset, és utána már 5-8-ig játszottunk, szóval utána már nem voltak az ilyen dobogó, meg ezek a célok a láthatáron. Mindkét U20-as sportoló elmondta, hogy elégedett a kontinens viadalon nyújtott teljesítményével.